A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 30-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak egy tehetséges ifjú költővel, Klok Balog Rozáliával, majd ellátogatunk az Alba Regia Tánc Együttes az idén 75. születésnapját ünneplő Alba Regia Tánc Együttes kiállítására, és végén pedig megtekintjük a Magyar Kultúra napi magyar himnusz tárlatot a Szent István Művelődési Házban. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, nincs kétségünk, felül lesz Székesfehérvár a kultúravárosa, ezt megszokhatták már, hiszen beszámolóinkban gyakorta kimondjuk, és azt hiszem, hogy ez az itt leadott műsorokból is megerősítetik, és azt mondom viszont én, hogy a versvárosa is, hiszen a számtalan egészen kiváló költő él városunkban, és most már van egy olyan ifjú generáció is, akik méltóak ahhoz, hiszen a megannyi költővarázs és a számtalan verses találkozó is megerősíti ezt, Csóri Sándor Társaság, Vörös Marti Társaság, és ráadásul Székesfehérváron ugye Vörös Marti Kuckó néven indult egy olyan programsorozat, Bokros Judit a kiváló újságíró vezetésével, ahol fiatal tehetségek is megkapták azt a teret és lehetőséget, hogy kibontakoztassák tehetségüket. Nos, hát a mai vendégem ezek közé tartozik, Klok Balog Rozália. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, én örülök, hogy itt lehetek. Ugye már találkoztunk. Igen. És ezt pedig megmutatnám a kedves nézőknek, ez látszólag egy csempe, viszont ha megfordítom, a Varázslatos ifjú hölgy portréja és egy remek vers, a Fohász az óriáshoz van benne. Kérlek szépen, halljuk akkor ezt a verset először is. Fohász az óriáshoz. Mit ártottam néked? Mit, te óriás világ? Te szennyezed életem, lelkem segítségért kiált. Hű, szolgád vagyok, ó, te óriás világ! Most hűvös lehelletedbe fagyok. Testem segítségért kiált. Miért az bántott, kinek szíve nagy? Mondd, te óriás világ! Mocskod alatt az igaz is megszakad. Szívem segítségért kiált. Ki tette ezt véled? Ki, te óriás világ? Válasz, óriási emberiséged, ki segítségért nem kiált. Minden ember más. Miért baj ez, te óriás világ? Miért jó, ha a tömeg bánt, a kirekesztett segítségért kiált? Tudom, már nem változol. Elvesztél, te óriás világ. Most már csak magamhoz imádkozom, lelkem segítségért kiált. Nos, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez is bizonyítja, hogy egy ízig-vérig kortárs fiatal tehetség miként tud a mélységekben gondolkodni. Kezdjük talán azzal, hogy hiszen nagyon sokat beszélgettünk már a pálya kezdetedről, jelenleg is ott tartasz, függetlenül a megjelent verseidtől, de az alkotás folyamatáról essék szó. Hogy kerültél közelebbi kapcsolatba az irodalommal, illetve mi volt az, ami megmozdított a versírás irányába? Én a legtöbb versemet egy adott traumához kötöm. Nem kell feltétlenül nagy tragédiára gondolni, esetleg egy nehezebb nap az iskolában, egy egyéb másik közösségben egy nehezebb nap, és ilyenkor én úgy tudom magamból a legjobban kiadni ezt a fajta feszültséget, vagy úgy tudom magamat a legjobban kifejezni a világ felé, hogy leírom azt, ami bennem van. Általában ezt elég metaforikusan teszem, szóval ami a lényeg, hogy minden versemben egy napi idegesség, szomorúság, hirtelen érzelem kitörése mutatkozik meg, csak állarc mögött. Márpedig abból van bőségesen. De az állarc mire való? Az állarc arra, hogy
ne teregessem ki az egész szennyesemet, olyat, ami esetleg másokra nem vonatkozik, nagyon odafigyelek arra, hogy csak olyat osszak meg másokkal, ami sem a másik ember magánszféráját, sem a saját magánszférámat nem sérti meg. Tehát ebben a magánszférában azért nem csak mélységek vannak, mondom én, vagy gondolom, hanem magasságok is. Ezek hogy kapcsolódnak a verseidhez? Hiszen nyilvánvaló, hogyha szeretnéd kifejezni magad és a kívülállóknak is megmutatni, hogy mi minden van benned, akkor azért fontos, hogy a mélységek mellett megjelenjenek ezek is. Igen. Bár én azt figyeltem meg magamon, hogy amikor inkább mélységek vannak, akkor tudok a legjobban írni. A magasságokat úgy tudom kifejezni, hogyha viccelődöm, hogyha sokkal közvetlenebb vagyok másokkal, azt így sokkal általánosabb módon, nem feltétlen írással vagy rajzolással. Beszéljünk az alkotás folyamatáról. Tehát van egy szomorúság adott esetben. Most ezt hagyjuk, hogy ez miért következett be. Akkor leülsz, és ezt átgondolod, és jönnek a gondolatok, amelyeket aztán összefűzöl? Egy szót kell megvárnom ahhoz, hogy abból már egy sor legyen. Egy sorból meg lesz két sor, és azokból lassan-lassan egy verszak. Szóval konkrétan, hogyha a tökéletes kezdőszót én megtalálom, az már adja az egész verset. És melyek a kulcsszavak? Változó. Az változó? Változó, de sosem ugyanaz. De általában a szomorúsághoz bánatot köthetőek? Vagy valamiféle traumához? Nem mindig. Nem? Nem. No, és hogy vannak a csodatalálások misztériumával a fiatalok mostanság? Hiszen az korántsem mindegy, hogy ez napi történet, vagy hetek, vagy visszatekintés, vagy átgondolt történet. Tehát hogy születik meg az a gondolat, amelynek mentén aztán elkezdesz verset írni? Ezt általában mindig van egy apró pici gondolatmenet, mélyen. Ennek csak a negyede szokott feltörni, és azt szoktam leírni. Hogyha nem jó, esetleg vagy nem eléggé őszinte, akkor általában kitörlöm, kihúzom, várok egy picit, és volt már olyan is, hogy 10 perc múlva olyan verset írtam abból a kihúzott gondolatmenetből, hogy szerintem sokkal mélyebb volt az új, az átdolgozott verzió, mint az a pici legmélyebb gondolat lett volna az a elején. A barátaiddal megbeszéled a verseidet? Tehát hatással vannak rád abban az értelemben, hogy ők az elsők, akik elolvassák, illetve akiknek elmondod? Nem feltétlenül. Általában én a közösségi médiámon szoktam megosztani, ott elsősorban a családom, a barátom, hát maximum a szüleim közeli barátai látják. Talán a szüleim szoktak először reagálni, akár személyesen, akár írnak, hogy nagyon jó. De így a barátaim elolvassák, megértik, de ők, mivel más témákban érdekeltek velük, olyan mélyen nem szoktam kifejteni a lényegét ezeknek a verseknek. Azért fontos számodra a visszajelzés? Nagyon is. Kik azok, akik megszólítanak? Akiknek egyáltalán megmutatott, hiszen néha-néha bizonyosan előfordul. Tehát mielőtt még az olvasókhoz kerül? Általában apukámnak szoktam, és a barátomnak. Meg szoktam kérdezni, hogy jó-e, hogy tetszik nekik. Apukám mindig elmondja a saját véleményét, hogy például itt meg ott, például ezt meg azt még átírná, vagy hogy számára mit fejezett ez ki, de hogy nálam nem tudja, hogy ez például hogy van. De változó, általában inkább tényleg a szüleim. No, innét folytatjuk, és most akkor halljunk egy másik verset. Hallgat az igaz. Füle botja megmoccan, szellem súgja. Üdv a pokolban, csak ül az áldozat, tűri, s nem válogat. Ó, úgy sincs itt egy jó gondolat. Lelkében vihar, szemében a könyv. Elrejti ugyan, de néha kikijön. S olyankor megtörik, mint a jég, melynek helyébe láva lép. Majd kiválja széles medrét, s porrá égeti életét. Hallgat az igaz. Hallgat, belül ordít, megtörik. A sok gonosz szó lassan megöli. S a millió ember ölbetett karral ül, a remény az áldozat számára elrepül, ezáltal
az ürességet leli meg legbelül. Tanulságos gondolat, Soronyi Szent. Ugye Tóth Krisztina, József Attila Díjas költő barátnőm azt mondja, hogy minden szó hangjegy és vers létünk néma dalához partitúra. Azt hiszem, hogy ez a gondolat mindenképpen illik hozzád. Van-e mestered? Van-e példaképed? Valakik, mármint a költőtársadalomból, akire figyelsz? Hát kortárs nincs. Nekem Csokonai volt egy nagyon meghatározó költő, így a tanulmányaim során. A Reményhez című verse a kedvencem. Az élete, ahogy kifejezte magát, azt úgy érzem, hogy közel áll hozzám. Igaz, hogy ő már sokkal egy régebbi figura, mint mondjuk Petőfi, de én vele tudtam a legjobban azonosulni. Bár őt annyira nem tekintem példaképemnek, vagy mesteremnek, őt csak egyszerűen nagyon szeretem, és tudok vele azonosulni. Rácsodálkoznak a barátaid, és akik körbevesznek téged, hogy ilyen elvek mentén élsz? Mert ez ráadásul határolt jellemre van mindenképpen. Igen. Szoktak egyébként dicsérni sokszor, meg szokták mondani, hogy büszkék arra, hogy a barátaim lehetnek, és ez nagyon jól esik. Essék szó a jövőképedről. Nyilvánvaló, hogy ez az út eleje. Nagyon-nagyon fontos lépcsőfokokat léptél már meg, értelemszerűen, de azt hiszem, hogy vannak álmaid, vágyaid. Igen, az igazat megvalva az elsődleges célom az a pszichológia. Pont az érzelmek miatt, amiket például én is ilyenkor papírra vetek, vagy kifejezek a versekben, szeretnék másokkal foglalkozni, szeretnék másokon segíteni, szeretném mások lelki titkos kódjait megfejteni. Engem ez érdekel, hogy mi zajlik az emberi lélekben. Tehát egy versíró szakpszichológus? Hát még lehet szó arról is. A versírás nem szeretném abba hagyni. És hiszem azt, hogy ha pszichológus válik belőlem, akkor kellő inspirációm lesz folyamatosan az alkotáshoz. Ezeket a dolgokat megbeszéled egyébként a barátoddal? Igen. Aki egyébként nem titok, itt van a stúdióban. Igen. Köztünk. Igen, ő tud mindenről. Jó, ez nagyon fontos. Tehát ugye a jövőképről beszéltünk, de az is nagyon fontos kérdés, hogy ezt miként kívánod elérni. A tehetséged megvan nyilvánvaló. A tehetség és a szorgalom milyen értelemben kézenfogva jár, ez nem vitás. Igen. Mindig igyekszem megtalálni a kiskapukat. Van arra esély természetesen, hogy elsőre nem minden úgy lesz, ahogy én azt szeretném, de tudom jól, hogy nem szabad feladni. És ha kell, akkor több helyen próbálkozom, többféle módon. Minden, például most kitérek a felvételire, minden felvételi kritériumnak igyekszem 90%-ban eleget tenni. Ezen jelenleg is dolgozom. Ez így van, rendjén. A publikációid hol jelennek meg? Jelentek meg a két éve a Vár című folyóiratban is, illetve most a Fejér megyei hírlap iskolatáska című rovatában jelent meg a Csillagkép című versem. Mikor lesz elegendő versed ahhoz, hogy egy önálló kötettel jelentkezz? Miként gondolod ezt? Igazából időkérdése. Én azt mondom, hogy ebben az évben biztos, 2024-ben biztos, az nem biztos, hogy egy hónapon vagy két hónapon belül, lehet csak fél éven belül, de már nem kell sok. Rengeteg új versem van, folyamatosan készülnek versek. Van olyan, ami azért nincs csak publikálva, vagy azért nem tettem közzé sehol, mert kézirat formában van. De versem az van hozzá, most csak egy új tematika kéne, hogy mi alapján rendezzük össze a kötet tartalmát. Jó, hát én azt mondom, hogy a versolvasók, versbarátok és én magam is érdeklődéssel várom természetesen, mert hogy én azt gondolom, hogy a fiatal tehetségekre óriási szükség van. Tehát Bódás Jánostól napjainkig egy fényes történet a tiéd. Mit kívánjak? Sok szerencsét. Jó, akkor sok szerencsét, és ugyanazt az áldozatvállalást, meg azt, hogy a tehetségedet bontakozzék ki. Én azt hiszem, hogy a versolvasók örülni fognak neki itt Fehérváron is, hát és szerte az országban. Hiszen valljuk meg, bár a fiatal tehetségeké a jövő, ez nem lehet vitás, de bizonyos vagyok benne, hogy előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön az az idő, amikor átveszitek a mostani
középkorúak és idősebbek helyét és szerepét, hiszen a 21. század ezt megköveteli. Ez nem lehet vitás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint, mégpedig először is egy különleges kiállítással köszöntötték az Alba Régia Táncegyüttes 75. születésnapját. Majoros Róbert művészeti vezető és segítője egy rendhagyó tárlaton idézték meg az együttes mindennapjait és ünnepeit. Az Alba Régia Táncegyüttes számára igazán különleges az idei év. Az 1949-ben alapított a Népi Kultúra Európa Díja Székesfehérvári Együttese 75 éves jubileumához érkezett, amit egy különleges kiállítással köszöntöttek. A tárlatot Cserpakovics András polgármester nyitotta meg a Malom utcai táncházban. Ez egy nagyon értékes, sőt kiemelkedően értékes kulturális közössége, nem csak Székesfehérvárnak, hanem az összmagyar kultúrának, és ezért is van jelentősége, hogy néhány nappal Magyar Kultúra napja előtt egy sajtótájékoztató és egy kiállítás megnyitóval egybekötött kis esti esemény az, amivel elindul ez a jubileumi esztendő. 75. születésnap az, azt hiszem, hogy önmagáért beszél, jól mutatja, hogy egy közösség, de mi, akik ismerjük ezt a közösséget, azt is tudjuk, hogy emögött pedig ott van egy mozgalom. Azok között, akik ide jártak, akiknek a gyereke vagy unokája, dédunokája ide járt, vagy akik valamilyen módon találkoztak az Alba Régiával, találkoztak itt a táncházban, az igazi otthonban, de találkoztak a rendezvényeken, az eseményeken, a néptáncfesztiválon, vagy éppen ország és világ előtt, hiszen az Alba Régia vitte Székesfehérvár hírét is az elmúlt évtizedekben, határon túl is, sőt, a világ nagyon különböző és nagyon messzi pontjaira is. Ezzel pedig elvitte a magyar kultúrának egy nagyon-nagyon szép és értékes szegmensét is. Mit is mondhatnánk, hogy Isten értessen mindenkit, aki kötődött és kötődik ehhez a közösséghez, de az a szép kiállítás is jól mutatja, hogy nem csak múltja, hanem jelene és nagyon szép jövője is van ennek a közösségnek. Úgyhogy ehhez a 75. születésnap bár fontos, de egy pillanat felvétel. Azt kívánjuk azonban, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép esztendő legyen. Mi úgy tudjuk őket leginkább köszönteni, ha részt veszünk a programokon, és nézőként csodálkozunk, és örömüket lejük, és emellett pedig nekik egy nagy-nagy tapssal boldog születésnapot is kívánunk. A megnyitó Juhász Zsófia, az ötletgazda Alba Régia Táncegyesület elnöke megerősítette, az együttes 75. születésnapja egy olyan évforduló, amely meghatározó a népi kultúráért dolgozó és azt tánccal, zenével megőrző nemzedékeknek, ami a jövő táncosainak is példa az elkötelezettség megőrzésére. Ez a jubileumi év, ez lehetőséget teremt arra, hogy nagyon sok hozzánk tartozó volt táncosunk, jelenlegi táncosunk, azok családjai együtt legyenek, találkozzanak. Ezek olyanok lesznek, mint sok-sok osztály találkozó, egy évbe besűrítve. És nekünk, akik itt dolgozunk, nekünk nagyon fontos, hogy ezekről a jubileum évekről megemlékezzünk, és ezeknek a lehetőségeknek a számát szaporítsuk itt a táncház falain belül. Együtt, egymásért, én azt gondolom, hogy fantasztikus programok várnak ránk, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy egyre inkább több fiatal csatlakozik. Inkább erről kérdeznélek, mert hogy nagyon is jól tudjuk, hogy most visszatérnek az idősebb táncosok, a mostani táncegyüttes virul a kicsikkel együtt, de mikor lesznek azok a kicsik is olyanok, hogy majd a következő időszakban örömet szerezzenek nekünk. Most ha életkort szeretnél kérdezni, mert nyilván most szerintem azt gondolom 30 év múlva lesznek olyanok, akik már így fognak visszaemlékezni, mint mi. De fontos, hogy a fiatalokat szóba hoztat, hiszen az Alba Régia Táncegyesületnek az életében egy nagyon fontos évszám volt a 2023, amikor hozzánk került a művészeti iskola, és most valóban megvalósul az utánpótlás képzés, ami már tényleg az óvodáskortól egészen a 90 éves korig zajlik, és jó lehet, hogy ezek a fiatalok bár elmennek egyetemre, de a szívük mindig itt marad velünk, és ha ezt csak a fesztiválok idején látjuk, akkor ugye tömve van éjszaka, bulizó fiatalokkal a ház, és a rendezvényeinkre, táncházakra is visszajönnek, itt vannak velünk. A Majoros Róbert művészeti vezető által megálmodott Easy Glyric 21. századi technikai megoldásokkal dúsított kiállítás olyan pillanatokat, helyzeteket emel ki az együttes mindennapjaiból és ünnepeiből, amelyek valamiért emlékezetesek és meghatározóak.
A házban azért nagyon sok ember megfordul. Azon kívül, hogy járnak ide felnőtt néptáncra a táncosok, illetve járnak a szenior csoportban, nagyon sok gyerek táncosunk van, és azoknak vannak szülei. És nagyon jó volt látni például, hogy készült ez a kiállítás, darabról darabra került föl minden a helyre, hogy ők is nagyon tetszően és rácsodálkozóan nézték, hogy hogyan szépül ez a ház. A gyerekek nagyon jól megfogalmazták, hogy olyan néptáncosabb lett ez az egész épület. Tehát, hogy egy picit úgy érzem, hogy így ilyen otthonosabbá vált, és nekünk is például egy olyan csillát le tudtunk cserélni, amit már régen le akartunk, és most ezáltal a kiállítás által megszépültünk, én úgy érzem. Fény az egyébként is ott van a lelketekben, ugye? Igen, most egy picit sötét van a hangulat miatt, illetve hogy bizonyos dolgokat kiemeljünk, de hát a fény az mindenképpen meg. Hát az abba a sok generációba, akivel visszahívtunk, és egy szóra megint csináltunk egy messenger csoportot, egy óra múlva már mindenki visszajelzett, hogy jönnek, és ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, csak eltelt egy pár év. Az Analog Digital Arte 75 című kiállítás rendhagyó módon tárja a közönség elő a 7,5 évtizedes múltat, úgy és olyan pillanatokat emel ki az együttes életéből, amelyekben a tradíció és a modernitás kézenfogva jár. A múlt és a jelen szépségeit, az együttes fejlődésének mérföldköveit mozdulatokon, táncképeken, meghatározó pillanatokon keresztül idézi meg. A Szent István Művelődési Házban nyílt meg a Magyar Himnusz című kiállítás nemzeti imánk születésnapján. A tárlat alkotásait a Kárpát-medence magyar művészei készítették a Józsa Judit Művészeti Alapítvány felkérésére. Jakubek Tiborné a házigazda Szent István Művelődési Ház igazgatója és Pány Antal megyéspüspök köszöntőjével nyílt meg a Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészeti kiállítás a Magyar Himnusz. A főpásztor megerősítette, nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hűségesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. A magyar ember úgy van, mint minden ember, tud jót és rosszat. Hogyha a belső tűzre, a magyar géniuszra hallgat, akkor csodálatos dolgokat tud létrehozni. Csodálatos megfogalmazások születnek a szellem erejében, a szív gazdagságából versek jönnek létre, abból a belső tehetségből, amelyet hordoz ez a nép, megszületnek azok a képzőművészeti alkotások, amelyek csodálatos gazdagságról tesznek tanúságot. Mindezek valami nagyon ősi, nagyon mély gyökerekből táplálkoznak, valamiből, ami gazdagítja az egész életet, gazdagítja azt, amit magyarnak nevezünk. Amikor ezeket az alkotásokat szemléljük, ezt az eszmeiséget tekintjük, akkor valami olyant látunk, ami az egész emberiséget képes gazdagítani, egy szint ad hozzá, egy sajátos vonást, egy sajátos érzületet ad ehhez az egész alkotó művészethez, amely magyar, amely gazdag, szép, örök és nemes. Józsa Judit a nevét viselő művészeti alapítvány elnöke megnyitó beszédében kiemelte, születésének 200. évfordulója tiszteletére hirdették meg Magyar Himnusz címmel és tematikával a nyílt képző nép- és iparművészeti pályázatot, és a részvételre felkérték a Kárpát-medencei és az anyaország béli kortárs keresztény magyar művészeket is. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Székesfehérváron egy olyan kiállítással, ahol valóban a Kárpát-medencei keresztény kortárs művészeket megszólítva mint egy 83 művész, több mint 100 alkotását mutathatjuk be a Magyar Kultúra Napja közelettével úgy, hogy méltó a himnuszhoz, méltó a magyar kultúrához, hiszen itt vagyunk a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, nem máshol, mint a Szent Korona Galériában. Ez a kiállítás a tavaly évben született, ugyanis a himnusz 200. évfordulójára hívtam életre egy pályázati kiírás révén ezt a kiállítási anyagot. Az első bemutatása a Józsa Judit Galériában volt Budapesten, és olyan sikeresnek
bizonyult, hogy úgy döntöttem, megbeszélve minden művésszel, hogy hadd maradhasson tovább még itt az anyaországban, és utazzon ez a kiállítás. És az első fázisa, az első megállója az éppen itt Székesfehérváron a Királyok városa lett. Nagy megtiszteltetés ez a Kárpát-medencei keresztény magyar művészetnek. Az alkotó művészet teljes spektruma látható, hiszen a festmények kézművesek és jószerivel mindenki felvonul, aki sokat tette azért, hogy a magyarságát ilyen szempontból is bizonyítsa, és a múltban, tehát ez nem múltban révedezés, sokkal inkább a jövőt szolgálja. A cél az volt, hogy valóban úgy szólítsuk meg a Kárpát-medencei művészeket, hogy összművészeti kiállítás legyen. Tekintve, hogy az MMA ösztöndíjas pályázati anyagom a Kárpát-medence magyarságának himnuszai dolgozza föl, a kutatásom révén rájöttem, hogy a magyar himnuszt, mint olyat, de a székely himnuszt is nagyon kevesen dolgozták fel, akár köztéri szoborba, akár másmilyen műfajba. Ezért született meg ez a pályázati kiírás, és ennek az eredménye ez a csodálatos tárlat, ahol, mint említettem, 100 új alkotás látható. Tehát egy olyan hiánypótló kiállításról van szó, amelyet azt hiszem, hogy minden jó magyar embernek látni kell. Örömmel és szeretettel várunk mindenkit. Jakuber Tiborné köszöntőjében hangsúlyozta, megtiszteltetés, hogy országjáró körútján a Szent István Király Múzeumban talált először otthonra a tárlat, amely társul a kormány nemzetépítő munkájához, amelynek különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövő. Azt mondják, amikor megszületünk, akkor az ember megtanulja, hogy melyik a szülőföldje. Majd akkor, amikor az édesanyja elkezd neki énekelni és beszélni, megtanulja az anyanyelvét. Majd akkor, amikor igazából már énekel is neki, és elkezdi ismerni a magyar népmeséknek a tartalmát és azoknak az üzenetét, mire szépen felcseperedik, igazából nagyon-nagyon szépen kialakul benne, hogy a magyar nyelv sokszínűsége, gazdagsága és annak kifejezőkészsége milyen hihetetlenül erős. Ezt fejezi ki egyébként maga a himnusz is, a magyar himnusz. Egész egyszerűen az embernek a hovatartozását erősíti meg, azt a fajta belső néplelket, amely szükséges ahhoz, hogy nemzetnek tudjuk magunkat nevezni, és nagyon szükséges ahhoz, hogy igazából tudjuk értékelni azokat az értékeket, azokat a művészeti, kulturális épített örökségünket, amely minket körülvesz. Hiszen ettől fogjuk azt mondani majd, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel és bőséggel, de csak ezt akkor tudjuk jól megélni, hogyha ezt örömmel tudjuk igazából magunkévá tenni, ha erre büszkék vagyunk, hogyha erre kialakítjuk és kifejlesztjük önmagunkba azt a fajta törekvést, hogy önmagunk hajlandóak vagyunk ezért tenni. Ami azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk a magyar nyelvet szépen, tartalmasan, sokszínűen használni, ha képesek vagyunk arra, hogy felismerjük, hogy a magyar népi zene, a népi imák, a tánc és minden olyan épített örökség, amely körülvesz minket, az a gazdagságunk generációktól függetlenül. Egész egyszerűen magyarnak születtünk, ebbe a hazába születtünk, ez a miénk, és a magyar himnusz is arra tanít minket, hogy legyünk erre büszkék. Mert csak akkor tudja az ember ezt gondozni és ápolni, és átadni a további generációnak, hogyha ez büszkén viseli, és a hétköznapjaiban, ünnepnapjaiban ezt meg is éli. A hiánypótló kiállítás sikeréhez az alkotóművészeink is nagyban hozzájárultak, hiszen az anyaországban nem szerveztek még ilyen témájú, az anyaország határain túlélő művészeteket is aktívan bevonó kárpát-medencei magyar testvéreinket is magához ölelő, magas színvonalú tárlatot, amely nemzeti összetartó erőt képvisel. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.